Valaki lemaradt? Ott lettünk 8-an. Még 9-en voltunk. Ja, jó van. Mondom, az előbb még 9-en voltunk, mitől lettünk. A Sári visszajött. Akkor Gáspár Csaba ügyvezető igazgatúrja a szó, Abakom első fél évi tevékenységéről szóló beszámoló, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök mindenkit. Bizottságok megtárgyalták, illetve kérdéseket föltéve, amire tudtunk, megválaszoltunk. Beszámolunk a 2017 első 6 hónapra vonatkozóan történt. Tevékenységi körönként mutattuk be az anyagba, részletes, szöveges, illetve számszaki oldalról is. Három tevékenységi körünket szeretném kiemelni. Az anyagból az egyik a piac, amely a tavalyi évhez képest egy pozitív irányba való fellendülést mutat. A másik a strand, aki ugyanígy pozitív számokat vetít előre. A harmadik a közmunkaprogram, és a közmunkaprogramon belül is inkább a pályázati lehetőségek kiaknázását szeretném előtérbe helyezni, megköszönve a kolléganők munkáját ezzel is. Nagyon sok gépeszközt tudtunk az idén is nyerni. A beszámoló számszaki része tartalmazza, hogy az 1-6-hó az pozitív eredménnyel zárul, több, elnézést, 12 milliónál több a nyereségtartalom, de azért ez a szám ne tévesszen meg senkit, hiszen azért az év végéig ezek még alakulni fogják. Elhangzott kérdésként felém az, hogy bizottsági üléseken, hogy mi lesz az év végén, bizakodó vagyok, nem leszünk veszteségesek, meg fogjuk oldani a mindennapi és a hosszú távú problémáinkat. Látható az az anyagban, hogy ugye az adósság állományunkat is csökkenteni tudtuk, a NAV szedi úgy, ahogy, de szedi a hátralékbeszedéseket, és így tudunk belőle fizetni. Köszönöm szépen, ha kérdés lenne, akkor megpróbálok válaszolni. Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzászólása? A gazdasági bizottságnak volt kérés a strandfüggőről a tájékoztató föltöltésre került. Nem tudom, volt-e idő lehetőség elolvasni. Képviselő úrja a szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Én nem konkrétan erre gondoltam. Én úgy általában a Bokom dolgához szeretnék hozzászólni, kérdést feltenni, véleményezni is talán. A bizottsági üléseken szó volt arról, hogy könyvelőt vált az Abakom. Tehát egy másik könyvelő fogja az év hátra lévő részét, ha jól értem, ezt a májusig volt az előző megszokott könyvelő, és most lesz egy új vállalat vagy vállalkozás, aki fogja a könyvelést csinálni. Hogy ez a gazdálkodásban okoz-e esetlegesen némi nehézséget, azt úgy kell értenem, hogy kifizettük a könyvelőt májusig, végig gondolva valószínű, hogy az új könyvelőnek ismételten át kell néznünk azt a májusig tartó szakaszt, hogy ez valóban jelente plusz költségeket a cég számára, illetve kérdésem még az is, ugyan a költségvetés sor kapcsán, a tárgyalása kapcsán az osztályvezető asszony jelezte, hogy ugyan nem kötelező negyed évente ilyen időszakonként gazdasági beszámolókat tenni, de az osztály mégis megteszi. De, hogy van-e, ugyanezek a szabályok vonatkoznak-e az Abakomra, hogy nem kötelező jellegű egy ilyen beszámoló. Én viszont úgy gondolom, hogy mivel a város egyik egyetlen jelentős cégéről van szó, talán nem ártana, hogyha ezt bevezetnénk. Tehát engem az a kérdés, hogy hogyan vészeli át, hogy hogyan tudott átállni az új könyvelő, és az jelente plusz költségeket. Ez a negyed évente itt a gazdasági osztálytól jelzem, még a nehéz körülmények között is mindig megoldották, hogy adtak egy gazdasági beszámolót az aktuális helyzetről, hogy az Abakomnál szokása ez, és ha nem, akkor van nem volt ennek a bevezetésére. A harmadik dolog, ami részben kapcsolódik csak ehhez, de nagy öröm, hogy ez a közmunka program során
azért a városunk egyre virágosabb és tisztább. Viszont én azt látom, hogy ez bizony kényelmessé teszi polgáraink egy részét, jelzem, én azt gondolom nem egy széles rétegét, aki mindig kellő munkát ad itt a főtéren a takarító személyzetnek. Tehát mi, a hivatal, a közterületfelügyelők tudunk-e valamit tenni, vagy pontosabban tegyünk valamit, hogy az a tisztaság ne addig tartson, amíg a közmunkaprogramban résztvevő polgártársaink szép rendet csinálnak. És azt látjuk, hogy sajnos vannak polgártársak, akik ezt bizony nem igazán becsülik meg, vagy pontosabban talán hozzászoktak ahhoz a jóléthez, hogy majd úgyis lesz valaki, aki áttakarítja utánunk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan része az életünknek, amiben addig kell előre lépnünk, amíg vannak, akik mindezt eltakarítják és rendet tartanak. A kérdéseimre szeretnék választ kapni, illetve arra, hogy ebben tudunk-e majd esetleg valamit tenni. Köszönöm egyelőre. Köszönöm, ügyvezető igazgató úr. Köszönöm szépen. Az első kérdésére képviselő úrnak, amit én az első kettőt összevonnék, hiszen egy ugyanazon, hát nem probléma, hogy dologról szól, könyvelés. Könyvelés váltás elég késő időszakban tudtuk mi is meg, ezért gyorsan kellett nekünk ebben lépnünk. Igazából többletköltséget kérdésére megválaszolva nem jelent az új könyvelés, inkább technikai problémát vesz fel, hiszen a régi számlázó programunk nem kompatibilis az új könyvelési programmal, ezért az adatokat migrálni kell, ez informatikai tudást igényel, és igazából ez okozott egy nagyon pici problémát időben, de ezt is megoldották a kolléganők, kollégák, úgyhogy igazából nem jelentett semmit. Annyi azért a problémánk, hogy gazdasági bizottság is jelezte felénk, hogy mérleg beszámolót szeretne látni, ezt azért nem tudtuk volna produkálni, hiszen most állt föl igazán a rendszerünk az átmigrált adatokból, most tudtunk volna igazából ebből csinálni valamit. Ha erre az elkövetkezendőkben igény merül fel, már pedig én azt látom, hogy igény merül fel, akkor én nem állok ellen, és akkor így fogom a gazdasági beszámolót hozni, hogy mérleggel alátámasztva, féléges mérleggel. Én ezt az új könyvelővel megbeszéltem, és nem mondott rá rossz hallást, azt mondta, hogy fogják tudni ezt prezentálni. A harmadik kérdésre a főtér tisztasága, egy személyes élményemet hagy meséljem el. Csütörtökön azt mondja, keddi napon jövök ki a művelődési ház ajtaján, 6 órakor megyek az autómhoz, ami ott parkolt előtte, és látom, hogy az ott levő padon egy szatyorba szépen össze van gyűjtve a szemét. Lemértem, 2 lépés távolságban volt tőle a kuka, ami 1/4-ig volt, le is fényképeztem, nem akarom mutogatni, higgyék el, itt szoba. Majd utána a feleségem odament és ő dobta be, és ott bosszankodtunk, hogy a normál emberi magatartás sincs meg az emberekben, én azt gondolom, hogy legyen annyi igénye egyeseknek, hogy odalépek és bedobok. A többiről nem beszélek, hogy kiszaggatják a virágokat, kárt okoznak, amit mindig tűzoltó munkába próbálunk ugye megcsinálni, hogy ne legyen ez feltűnő. Én azt gondolom, hogy minden reggel, minden este vagy délután meg kell nézni a parkot, ugye a közmunkások korán kezdenek, 3 óra magasságában, folyamatosan szedjük a szemetet, és reggelre úgy néz ki, ahogy kinéz. És tűzoltó munkával, ahogy mondtam, mindig próbáljuk azt tisztán tartani. Ha lenne a adott, ne, tényleg nem akarok senkit megbántani, de normál magatartású embereknél ez úgy gondolom, hogy nem fordul elő. De hát vannak olyan elemek, alakok, akik ezből passziót űznek. Úgyhogy sajnos ezzel a problémával szembe állunk nap mint nap. De nem csak itt, hanem máshol is. Remélem, hogy kielégítő volt a válaszom. Mészáros László képviselő úrja a szót, tessék parancsolni.
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület. Röviden az elhangzottakhoz annyit, hogy leszögezhetjük, nem nyereségorientált tevékenységeket folytat az Abakom, tehát nagy eredményeket elvárni szerintem irreális dolog. Sem a közmunka nem az, sem a strand, sem a piac, bár az ügyvezető igazgató ezt a három területet kiemelte. Természetesen a mérlegük jövőre is véleményem szerint hasonlóan jó lesz, mint az idén, de majd, hogy azt mondom, hogy örüljenek, hogyha a likvid pénzeszközük megvan. És akkor én tovább a dolgokba nem is mennék bele. Fölvetődött a kérdés, könyvelőváltás. Hát a Honestus meg a Societas az szerintem nagyon régen egy csónakba eveztek. Tehát szerintem olyan nagy eltérés a kettő között nincsen. A problémát az, hogy migrálni kell egy számsort, az nem okozhat nagy gondot. Főleg a mai világban nem. És a harmadik, ami nem kifejezett, nem a fél éves beszámolóhoz tartozik. De ezt mindenféleképpen fontos elmondani. Szerintem nem csak én voltam, több képviselőtársam is találkozott a hétvégén a következő problémával, hogy szombat délutántól nem lehetett kivinni zöld hulladékot az Abakomhoz. Több lakosságtól több észrevételt kaptam ez irányba. Valahol jogos is a felvetéseik. Volt olyan lakos, aki azt mondta, hogy ő látta, belenézett a konténerbe, alig volt félig, azt az egy zsák szemetét még nem vihette ki. Ugyanannyiba kerül a költség a félig telt konténernek is, mint a teli konténernek is a kiszállítása. Értetlenül állt a dolgok előtt, illetve maga a kiírás előtt is, hogy most már a hulladékudvarba lehet vinni. És itt valahol osztom a lakosságnak azon véleményét, hogy tovább megyek a gondolattal, hogy a hulladékudvarban reggel 8-tól, nem tudom én, 16 óráig lehet, illetve van egy csütörtöki nap, amikor tovább lehet. Most, hogyha azok a becsületes állampolgárok, akik kivitték a zöld hulladékot, segítséget kellene nyújtani az önkormányzatnak abban, hogy a hulladékudvarban hosszított nyitvatartás mellett akár hétvégén is, mondjuk nem vasárnap, de szombati nap mindenféleképpen ki tudná vinni a hulladékot. Illetve ami az Abakomra tartozó rész, hogy ezt kellőképpen kellett volna értesíteni a lakosságot. Egyáltalán az, hogy mikortól került ez a probléma ebbe a helyzetbe, illetve hova lehet vinni a szemetet, és ezt valami névvel fémjelezzük már. Mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy a hétvégén is ki tudjuk szolgálni a lakosságot, mert a legtöbb ember ténylegesen dolgozik, és hétvégén él rá a szemeté hulladékát kivinni. Sülvetődött az a kérdés ugye ilyenkor, hogy az a hulladék, amit nem tudnak kivinni az Abakomhoz, az a határba kerül, avagy belekerül az NHS-nek a konténerébe, a 120 literes otthoni gyűjtőjébe, és akkor onnan kerül. De legalábbis a lakosság ezen része, aki kivitte a hulladékot, szelektíven próbált szemetet gyűjteni. Tehát mindenféleképpen én azt mondom, hogy ennek a problémának nézzünk utána, próbáljuk orvosolni, és megfelelő hangnemben kommunikáljunk a lakossággal. Ez is egy probléma volt. Köszönöm szépen, ennyit be szerettem volna kiegészíteni a fél éves beszámolót, és magam részéről a beszámolót támogatom. Köszönöm szépen. Igazgató, tessék. Köszönöm szépen, hogy jutottunk idáig. Én magamra vállom teljesen egy személyben ezt a felelősséget. Szombati nap én is kint voltam, üveg és műanyag hulladékot vittem ki ugye a szelektív gyűjtőkbe, és látom, hogy utánfutóval hozzák a zöld hulladékot. Na most könyörgöm, nem egy zsák, nem egy összekötegelt valami, és erre nincs engedély, nem lehet. Ennek megvan a hivatalos formája, és méghozzá az, hogy a hulladék udvarba a lakosság ingyen és bérmentve beszállíthatja a leteheti. Nyilván az ottani nyitva tartás az nem 0-24, mint ahogy a miénké volt,
Egy, nekünk engedélyünk nincs zöld hulladék kezelésére, komposztálására. Elindítottam ezt tavasszal, de menet közben igazából arra jöttünk rá, hogy az engedélyezés során, ami elég hosszú ideje folyt már, folyamatosan problémákba ütköztek. Nem akarom ezzel terhelni a képviselő testületet, de higgyék el, hogy a bürokrácia útvesztőjében voltunk, és lám csodát, a hulladékudvarban be lehet legálisan vinni. Ha én elismerem azt, hogy ez ilyen hirtelen felindulás és méregből én ezt megtiltottam, nyilván meg kellett volna hirdetnem a helyi sajtó médiában, ki van írva az oszlopra, illetve a portás kollégákat kértem meg arra, hogy közöljék ezt a lakossággal. Hát remélem, hogy normál hangnembe tették, de hogy hallom, akkor ezek szerint nem. Volt egy többfelől hallom egy visszajelzés, hogy hát jó lenne, hogyha hulladékudvarban ugye be lehetne hétvégén is jutni. Ha megengedik, vagy nem tudom kinek a tiszta és feladata, akkor én ezt akár a Zenház két próbával megpróbálom le tárgyalni, hogy hogy lehetne ebben előrelépni, de én nem fogom engedni a zöld hulladék beszállítását, főleg ilyen mennyiségben most már megtiltottam, úgyhogy ezt kérem fogadják el, nincs rá lehetőség. Jó. De mondom, abban én vagyok a hibás, hogy ezt idáig is én engedtem, de hát ilyen mennyiségekről azért nem fogunk lakossággal tárgyalni. És még egy, én mint magánemberként hagy szóljak, nekem egy 2x2-es ilyen 50 centis támfallal megoldott komposztálom van, iszonyat köbméter levelet és mindenféle zöld hulladékot el tudok benne komposztálni, és higgyék el, hogy se szaga, se semmi olyan kirívó nincs, bokrokkal nekem szépen körbe van téve, és nagyon szépen lehet benne komposztálni, nem kell itt fuvarozni egyik helyről a másikra, ezt csak magánemberként mondtam, köszönöm. Megerősíteni tudom, 600 négyszögöl kertet nyírunk minden héten és gondozunk, és házi komposztálással nem kell kivinni. De ez más, amikor metszeni kell a fákat tavasszal és akkor a gajakat, de január 1-től érvényes új közszolgáltatási szerződésünk van az NH Szolnokkal. A lakosság mindenki megkapta tájékoztatót, hogy mely napokon viszik a műanyag és papír szelektív hulladékot, a sárga fedelű kukákat, így mondom. Az is benne van, hogy a zöld hulladékot mely napokon lehet elvinni. Annyit tudunk segíteni, hogy akkor a kincskeresőben ismételten meghirdetjük, közzétesszük. A szerződés tartalmazza előre, egész évre, mint ahogy mindenki tudta, hogy mikor van lomtalanítás, hiszen láttuk az utcákon, hogy augusztus 20-át követő héten az egész városban a lomtalanítást elvégezték. Nekünk kell alkalmazkodni, úgy gondolom, a helyzethez. Az a szerződés, amit most kötöttünk az NHS Szolnokkal, minden hulladék elszállítására vonatkozik. Egyfajta gondolkodásmód változásra szükség van, hogy amit hasznosítani lehet, azt hasznosítsuk, és ez a zöld hulladékra is ugyanúgy érvényes. Az Abakomnak tilos, tehát nincs hulladékgazdálkodási engedélye, környezetvédelmi bírságot fognak kivetni a saját cégünkre. Az Abakom a közmunkában csak a közterületeken szedheti össze a szemetet, szerződött 1100 literes kukákba, és arra megvan, hogy hányat visznek el havonta. Tehát arra lehetőség nincs, hogy az Abakom számlájára és közvetetten pedig az önkormányzat számlájára hulladékot szállítsunk el. Habony István elnök úr, a szót, tessék parancsolni. Néhány vezetőt írtam föl. Salgóbánya. Ugye ez a képviselőtestület döntött abban, hogy amennyiben el kell a Balaton, amennyiben el kell Bogács, hogy a B betűseket mondjam, alliteráljon, abban az esetben ezt az összeget Salgóbányára fordítjuk. Kérdésem az, hogy hol tartunk. Hát itt született ez a döntés, kérem szépen. Ha ezt az igazgató úr nem tudja, akkor az elég szomorú dolog, hogy az információ áramlás ilyen szintű. Strand. Hát végignézve azokat a számokat, amiket megkaptam, én nagyon bízom benne, hogy
a nulla szaldó vagy a nulla eredmény árnyékába fogunk kikötni, de törni kell a fejünket a tekintetbe, hogy a 2018-as esztendőbe ezt a strandot hogy lehet tovább népszerűsíteni. A vendégek... Parancsolsz? Mondom, csak dünnyögök az oromat úgy, hogy ha nem rontják a hitelét, már az is nagy segítség lenne. A fürdőnek, akár a Facebookon, akár a más internetes honlapokon. Rontják a hírnevét, vannak a lakosságnak fenntartásai, szívesen mennének a strandra, ha bizonyos változtatások lennének. Tisztaság. Ugye itt többen említettétek, hogy a város tiszta, hál' Istennek, a labokonnak, meg a közhasznoknak. Igen, mihez képest? Ugye, mi a viszonyítási alap? Ha korábbi önmagunkhoz viszonyítom, van fejlődés, tagadhatatlanul. Ha a lehetőségekhez viszonyítom, akkor még van lehetőség. Kérem szépen, tessék szösleni, átmenni Körös Tetédlerre. Ez a picsányi kis település olyan gyönyörű, igaz, hogy lehet, hogy hónap után már kormány jóvoltából önkormányzata se lesz a településnek, vagy polgármestere se, de hogy most gyönyörű és tele virággal, helységjelző táblától helységjelző tábláig, hát nem gondolnám, hogy 9 kilométerrel odébb, hogy mondjam, ennyien más tudatú emberek vannak és megbecsülik. Valami azért mégis van benne, hogy nálunk, ahogy az igazgató úr elmondja, hogy bizony a kártétel nem ritka, és a szemetelés nem ritka. A pénzügyi bizottság ülésen is elmondta, most is hangot adok neki, hogy igaz, hogy arról tájékozottunk folyamatosan, hogy mindig pénzszűkében van a ABOKOM, de összességében az ABOKOM vezetése és kollektívája azt mindenféleképpen el kell ismerni a képviselőtestületnek, hogy az elmúlt években milliós nagyságrendekbe került pályázati pénzből eszköz a ABOKOMhoz, és a hűtőkamrától kezdve, kérem szépen, a traktoron át sorolhatnám, hogy mi minden az, amivel gazdagodott a ABOKOM. Megítélésem szerint ezt az augusztusi tóparti rendezvényt is ragyogóan megoldották. Én másnap, harmadnap kimentem, összetakarítva minden gyönyörűen, mintha nem lett volna ott akkor a népi banzáj. Hát arról megmondom őszintén, egy kicsit megdöbbenve értesülök a képviselő testület pénzügyi bizottság elnökeként, hogy a ABOKOM-nak új könyvelője van. Én nem tudom, hogy ezt ki tudta, vagy ki nem tudta, de a tulajdonos részéről én nem tudtam, hogy váltás van. Ezért itt kérdezem meg, hogy mi a váltásnak az oka, miért hagyott itt bennünket a régi könyvelő, ki lett az új könyvelő, mert úgy beszéltünk itt ilyen rébuszokban, mintha ez hadititok lenne, kérem szépen, és hát mióta van új könyvelő, mik a kezdeti tapasztalatok, főállóban-e vagy ugyanúgy megbízásos alapon könyvel, mint a másik korábbi könyvelő. Ha én erről tudok, nem ejtek véka alá a véleményemet, minden áron azon lettem volna, hogy saját könyvelője legyen a ABOKOM-nak, ne pedig bérmunkába végeztessük ezt a feladatot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, az utolsóra szeretnék. Az anyagban benne van, hogy egy szolnoki szociálszámvételi tanácsadói szolgáltató
Kft. Az, aki átvette, Gondáné Farkas Gabriel az ügyvezetője, Gabikával heti kétszeri aktív kapcsolatban vagyunk, vagy személyesen, vagy telefonon ugye mindig kapcsolatot teremtünk. Én azt gondolom, hogy semmi különöset nem érzékelünk a váltásból, jól mennek a dolgok, új könyvelő program és új számlázó program lett bevezetve. Azt is el kell mondani, hogy 14. május 31-én lejárt a régi programnak a bérbevevése, és így nem kívántuk ezt a programot tovább használni, illetve hát ezt megelőzőleg a régi könyvelőnk bejelentette, hogy nem kívánja az Abokomot könyvelni, egy másik nagyobb céget kíván elvállalni helyette. Ennyi igazából a történet. Teljesen gördülékenyen megy minden tovább. És ugyanúgy megbízási szerződésre van az új cég. Az első kérdésére elnök úrnak válaszolok. A Balatonszárszói táborral eladásával kapcsolatosan a szerződés aláírásra került. Fizetési kötelezettséget október 31-ig vállalt Takács László polgármester úr. A második félévi adóbevételekből egyenlíti ki a vételárat. Ez van a szerződésben. Tehát az a pénz még nem jött be, még nem lehetett a salgóbányai táborra költeni. A másik a különálló teleknek a bérbeadása a melyik toronyra, az pedig Salgóbánya polgármestere képviselőtestülete a településképi eljárás rendjében nem engedélyezte a telepítését, úgyhogy a bérleti szerződésünket azt Salgótarján polgármestere és képviselőtestülete megvétózta a toronyépítését. Hogy innentől kezdve a szerződés is úgy szólt, hogy amennyiben a hozzájárulnak és telepíthetik, megkapják az engedélyeket, akkor fognak bérleti díjat fizetni, akkor lép hatályba a szerződés. Nem kapták meg az engedélyeket, fellebbeztek, másodfok is elutasította, jelenleg itt tartunk, hogy a torony építését a tájvédelmi körzetben nem engedélyezték. Így nem lesz bérleti díjbevétel. Ennyi, de még nem zárult le, tehát mondom, perre mennek-e ezt követően még, mit csinálnak, nem tudom. De a szerződés úgy szólt, hogy csak abban az esetben, ha a torony megkapja a működési engedélyt, megépült, azt követően fognak bérleti díjat fizetni. A Bogácsi üdülőt meg nem adtuk el, azt a határozatot a testület visszavonta, hanem biztosítottuk, hogy mindenki Abonyból, aki akar, nyugdíjas, fiatal, baráti kör, érettségi találkozó, bármire, bárki jelentkezhetne, híreltük a kincskeresőbe, én úgy tudom, hogy senki nem jelentkezett. Úgyhogy két évre arról döntött a testület, hogy két évig még megpróbálja bérlőkkel megtölteni, tehát kiadni a saját turnusát, és ha két év tapasztalata nem javul, annak ellenére, hogy nyitottunk, és nem csak a közalkalmazottak és köztisztviselők, hanem akár nyugdíjas klubok is mehetnek Bogácsra. Két év után, ha nem változik a helyzet, akkor ismét a testület elé kerül, hogy a Bogácsi részt eladjuk. De ez a testület döntött róla. Fehér Endre képviselő úr, tessék parancsolni. Örömmel vettem az igazgató úr válaszát, és a kérdésem lenne, hogy amit én javasoltam, illetve csak ezek szerint más bizottság is javasolta, hogy a jövőben a beszámoló része legyen egy ilyen gazdasági beszámoló is, hogy ezt külön határozatban kell-e vajon megerősítenünk, vagy ezt kiegészíteni? Kiegészíteni, így van. És ismétem, megismételném, hogy itt nem arról van szó, hogy mi nyereségre vagyunk kíváncsiak, mert ezt már számtalan szót tisztáztuk, hogy ez a cég nem azért van, hanem azért, hogy a városunk polgárainak az élete az minél szebb, minél gördülékenyebb legyen, kiszolgáljon bizonyos dolgokat, és hogy ez zavartalan legyen, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen gesztus a részükről, hogy ez megtörténjen. Bocsánat, hogy túllépem szokásomtól eltérően. A tisztaság, a közterületek tisztasága az egy nálam is egy ilyen kardinális kérdés, és csak úgy példaként mutatom be, hogy a horgász társadalomban ezt úgy oldották meg, hogy az ellenőrök, ha véletlenül a horgász
környékén eldobált szemetet találnak, akkor elveszik az engedélyét, és felfüggesztik, amíg ott takarítást el nem végzi, mindegy, hogy ő rakta oda, vagy hogy valami, tudom, egy ilyen gyorsasággal nem lehet, de valami ebbe az irányba kellene elmenni, itt a közterület felügyelőknek a jogosítványait adni, és ennek köszönhetően én azt látom, hogy csak itt, nem csak Abonyban itt a mi horgásztavunknak a környezete, hanem úgy országosan is azért jelentősen megtisztult a természet. Köszönöm szépen, és hogyha kiegészítése együtt, akkor én is ezt támogatom a elfogadását a Labokon tevékenységének. Köszönöm. Mészáros Lászlóné Anikói a szó. Köszönöm szépen a szót. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy elhangzott itt a lomtalanítás polgármester asszonytól, hogy nem lehetne valami olyan intézkedést létrehozni egy-egy lomtalanítás előtt, hogy lakosságot megkérni, hogy ne előző nap rakják ki a lomtalanításba kerülő hulladékot, mert olyan sok lomizós érkezik mindenféle vidéki emberek személyébe, akik összeszednek mindent, utána pedig ez az egész dolog landolni fog, ugyanis most mielőtt indultam, most küldtek nekem legalább 10 fotót arról, hogy az úgynevezett Corella temető mellett lévő kis erdő teljesen tegnap reggelre el lett árasztva. Szerintem ilyen lomtalanításból összeszedett, vagy nem tudom, de most volt lomtalanítás, nem gondolom azt, hogy most jutott éppen eszükbe, hogy tegnap vigyék ki. Hát a múlt héten, egész héten lomtalanítás volt. Hogy ezt valahogy valamilyen felhívás keretén belül, hogy valahogy megoldani, hogy ne legyen ez. A másik az, hogy amikor ki vannak rakva kukák például, nem tudom, hogy erre milyen intézkedést lehetne hozni. Vannak többen is, akik kerékpárral, fölakaszgatva a szatyrokkal jönnek, nyakig vannak a kukákba, szétdobálják az ingatlanok előtt a kukákat például. Én a múltkor, mikor szóltam, hát hagyd ne mondjam, hogy hova küldött el az asszony, aki a kukába mászkált. És nem olyan dolgokat szed ki belőle, amit mondjuk emberi felhasználásra való. Hát ezt szerettem volna így elmondani, vagy megkérdezni. A másik, amit még el szeretnék mondani, hogy az Abokomnak a munkájához kismértékben hozzájárultunk. Májusban fölépítette Miskolci Sándor és Dombai József a kemencét a tábor területére. Nagyon szép lett. Én javasolnám azt, hogy egy csapatépítő kihelyezett képviselőtestületi ülést egy kemencézés formájában szerintem meg lehetne ejteni. Kipróbáltuk, kenyér jól sül benne, káposzta jól föl benne, úgyhogy csülök is jól sül benne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy némi pozitivitás is van azért a dologban. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük a civil csapatnak ezt a munkát, innen is, meg hát az Abokon munkatársainak, ők is segítettek meg hát a működéshez. Nincs több hozzászólás, visszatérve a féléves beszámolóhoz, akkor a beszámolót azzal a kiegészítéssel fogadja el a képviselőtestület, hogy a jövőben a félévi gazdálkodás mérlegszerű bemutatását is kérjük. Aki ezzel egyetért, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Tíz igennel elfogadta a testület. Köszönöm szépen igazgató úrnak. Viszlát.